Bár lassan javul a levegő minősége Európában, a szennyezettség mértéke továbbra is magas. Ezt a figyelmeztetést tette közzé az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a friss jelentésében. A szervezet szerint az Európai Unióban nem tudják betartatni a levegő minőségi előírásokat, ez pedig sokak életét veszélyezteti. Sok különféle szennyezés van, de a legveszélyesebbek a finom részecskék. Ezek a becslések szerint 253 ezer halálesethez járultak hozzá 2021-ben. Ezeket a helyes lépésekkel meg lehetett volna előzni, mondta Léna Ilamononen, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója. Az ilyen finom részecskék által kiváltott halálesetek száma Európában 41%-kal csökkent 2005 óta. Emellett további 52 ezer halálesetért felelős a nitrogéndioxid, az ózonkitettség pedig 22 ezer ember halálát okozta. A városokban a közlekedés a fő szennyező, néhány régióban pedig a fa, illetve a széntüzeléses fűtés is jelentős egészségkárosodást okoz. A legsúlyosabb esetekben ezek gyors halálhoz vezető betegséget váltanak ki, például tüdőrákot. De meg kell jegyezni azt, hogy az első alkalommal vizsgálta a jelentésünk a különféle betegségeket, és a szennyezés rontja az asztmát, illetve a krónikus szívbetegek állapotát is, vagyis a légszennyezettség nagy mértékben rontja az életminőséget Európában, tette hozzá a szervezet igazgatója. Az ügynökség jelentése szerint a globális felmelegedés a városokban hozzájárul a levegő minőségének romlásához.